London, vagyis Juhász György után Rióban is magyar bíró vezette a férfi vízilabda olimpiai döntőt, ezúttal görög társ mellett Molnár Péter kapta a csúcsfeladatot, pedig korábban itt nálunk jelezte, hogy inkább a bronzmeccset szeretné. Így viszont a nagy rivális szerbek első aranyérmét fújta a Spori, aki már is itt van, és jön az élménybe számoló. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Péter, tehát lehet azt mondani, hogy itt van egy vízilabdabíró, aki megkapta a lehető legnagyobb feladatot, vagy olimpiai döntőt fújhatott, és hát elégedetlen, hiszen nem tudta a kitűzött célját teljesíteni. Igen, köszönöm a kérdést, valóban. Az, amit kitűztem célul, hogy egy bronzmérkőzést vezessek, ez nem jött össze. Ugyanakkor egy hatalmas élmény és egy hatalmas megtiszteltetés, hogy az olimpián az egyik legrangosabb mérkőzést vezethettem. Ugye a női és a férfi döntő, nyilván ezért mentünk ki mindannyian, és hát végül is ez összet a férfi. Akkor döntő. most azt lehet mondani, hogy elértél a csúcsra a van? Igen, igen. Azt gondolom, hogy ennél komolyabb mérkőzés nem lehet, bár mondjuk a. A mérkőzésnek maga menete az nem volt annyira erős, tehát a szerbek bedarálták a horvátokat. Igazából az volt az egyetlen nehézség, hogy a horvát edzőt ott tartsuk a padon, és egy kicsit csendben maradjon. A szerbek végezték a dolgukat, és megnyerték az olimpiát. De víruszakmai szempontból korán sem ez volt akkor a legnehezebb mérkőzése Nem, az olimpiának sőt. Azt egyébként minek tulajdonított, hogy a, az álmod nem jöhetett össze ez a bizonyos bronzmérkőzés, vagyis hogy ugye ez a Benedek csapat, még rendes játékidőben végigcsinálta veretlenül ezt az olimpiát, végül is csak ötödik lett. Túl sűrű lett volna ez a mezőny, vagy túl kevés a mindig extrát nyújtó klasszisunk a nagyon-nagyon jó vízilabdázók mellett, vagy túl izgultuk a büntető dobásokat? Te hogyan láttad? Két negyedet nem játszottunk jól az egész olimpián, és ez, ez pont akkor jött ki, Igazából azt lehet mondani, hogy a csoportmérkőzéseken egyedüli csapatként a Benedek csapat volt az, aki nem matekolt, nem számolt, jöjjön, akinek jönnie kell, be kell őket darálni, meg kell őket verni. És igazából jött a Montenegro elleni mérkőzés, ami, ahol tudtuk, hogy mi fog történni, azt is tudtuk, hogy vannak olyan játékosok, akik sérültek. Igazából a játékunkat kellett volna játszani, és valahogy az első két negyedben ez nem jött össze utána meg hát klasszis teljesítményre volt szükség, hogy egyáltalán játékban maradjunk. A büntető, hát lehet azt mondani, hogy ez nem lottó, főleg most nem mióta ugye statisztikák vannak, meg videóznak, és mindenki tudja, hogy melyik játékos hova lő. Ahogy mi láttuk, gyakorlatilag pontosan odaugrott a deki, ahova vártuk a lövést, viszont senki nem oda lőtte. Uh -huh. és ez, Ennyit a statisztikáról. Az, igen, igen, azt szerintem az most egy kicsit lehet, hogy megzavarta őket, nem ösztönből védtek. Visszatérve rád, mikor kezdett körvonalazódni, hogy a finálit, a csúsz feladatot megkaphatod? Nyilván ez csak utána lehetett, amikor már kiderült, hogy a magyar válogatott nem lehet ott. E, igazából e, folyamatosan az első hat napból öt nap vezettem, mindegyik mérkőzésnek meg volt a maga nehézsége, volt, amelyik könnyű mérkőzés volt, de olyan partnert kaptam, aki még nem vezetett semmit azon az olimpián, és előre szóltak, hogy nekem ott... Vagyis őt is kicsit, kellett vezetni? Igen, igen. Egy kicsit többet kell fújni, egyszer majdnem be is vitt a, a csőbe. Na, mesélj Igazából az utolsó másodpercek voltak, öt méteren kívül ítélte egy szabad dobást, amit ugye azonnal kapura lehet lőni, volt benne egy lövőcsel, és utána lepasszolta, és a játékvezető kollega azt hitte, hogy a lövőcsel után lőni akar, és rögtön fújt egy kontrát, amiből volt egy kettős lefordulás, és ez egy nagyon rossz ítélet volt, tehát meg kellett állítani, ő fogta a fejét, mutatta, hogy elnézést elrontotta, visszarendeltük, de igazából nevettek rajta a csapatok, tehát nem volt ebből komoly probléma, egy kicsit túl izgulta Na a most ezt azért így elsőre talán furcsán hangozhat, hogy ilyen olimpiai torna, és akkor mondhat, hogy olyan játékvezető, aki eléggé zöldfölű, zöldfölű, volt, ilyen szinten legalábbis. Ez a, ez a, mostani bíróállomány, ez, ez akkor hogyan verbúválódott? Mi, minden legjobb itt volt? Vagy... <laughs> Ő volt a helyi bíró. Tehát ő Jajátom, volt a brazil tehát... játékvezető, ugyanakkor itt voltak a, a nagy nevek, itt voltak a sokat foglalkoztatott játékvezetők, volt, akinek már az ötödik olimpiája volt, és hát a, a jól ismert kollégák, Koganov, Margetta, Peris, gyakorlatilag ugye a román játékvezető, az Ádi, mindenki itt volt, aki, akik itt Magyarországon is elég sűrűn megfordulnak. A csoportmérkőzéseken ebben a bizonyos első öt alkalommal mely döntéseidet, meg bírói megoldásaidat érezted igazán jó referenciának a végső megbízáshoz vezető úton? Ugye első nap volt egy brutalitás, amit nem ítéltek meg, és a másik nap is volt egy ilyen. Amikor én megkaptam a spanyol-amerikai meccset, én úgy voltam vele, hogy én ebben nem szeretnék belecsúszni, úgyhogy minden tehát kicsit ami dur agresszide, durvaság, agresszivitás, brutalitás, te azonnal Én, fújod. Igen, hát fújtam hat darab cserés kiállítást azon a mérkőzésen, ami akkor lehet, hogy egy kicsit röjjesnek tűnt, de de igazából azt mondták, hogy ez kellett. Tehát, Tehát a, hogy megfogni, a, mérkőzés, a, ked megfogni a kedélyeket. a mérkőzésben benne volt még akár több is. Brutalitás nem volt, de, de sok volt ez a kiállítás. Volt egy ausztrál-olasz női mérkőzés, ahol ugye meglepetésre az olaszok nyertek, ott volt egy kis nézeteltérés az ausztrál egyzővel, amiből később egy feljelentés lett, és ez mind mind olyan dolog volt, amiről úgy ítélték meg, hogy ha kell, akkor beleállok a, a keményebb ítéletbe, és független attól, hogy az Olimpia ausztrál egyző, meg fogom tenni a. Szóval a konfliktusoktól meg. nem megjedő bíró képe az nagyon kellett, vagy azt. Ezt, honláták, ezt a, úgy érzem? a kollégák belénk nevelték, illetve ugye a jelenlegi játékvezetői bizottság tudatosan készítette arra, hogy fel, hogy teljesen mindegy, hogy olimpia, teljesen mindegy, hogy ki játszik, ki van a parton, fekete, fehér. Sokszor, mint, sokszor, mint a versenyzőknél, egy... ott is ezt szokták mondani, hogy ne foglalkozz be, hogy most olimpia, Igen. ilyen terhet, ne vegyél ez, a ez, ez azt kell mondanom, hogy ez egy Metszett csapatmunka vezesz. volt, ez uh -huh. is egy csapatmunka volt, és ez ennek a csapatnak az érdeme, ugye a papász Molnár Tamás, Székely Balázs és Marosvári Attila tudatosan készített november óta erre a megmérettetésre. Különböző stílusú játékvezetőkkel küldtek különböző mérkőzésekre, és mondhatni, hogy ezért küldtek folyamatosan a késbe, hogy ha oda kerülök az olimpián, akkor ne illetődjek meg. Bejött a várakozásod, hogy Rióban milyen bírói stílus fog uralkodni? Nyilván összefüggés van azzal is, hogy merre kellene haladni a vízilabdának, amit mindenki egy nagyon látványos, és ugyanakkor a döntésekben, a játékvezetői döntésekben érthető sportágnak szeretne látni, és neked is ugye az az alapvetésed, hogy ne látszódjék a bíró. Így. Így gondolom, abszolút, és be is jöttek ezek a, a dolgok. Ami újdonság volt, és személy szerintem, szerintem ez egy nagyon jó dolog, végre használtak ők is statisztikát, és végre úgy próbáltak valamit változtatni, hogy ez a játékot szolgálja. Ez pedig a center-back pozíciónál megítélt szabad dobások. Ebben nagyon sok volt igazából, mert sokszor arra várunk, hogy kiállítás legyen. És közben elúszik a lehetőség, elveszítik a labdát. Úgyhogy mezőnyben simán adnánk egy kiállítást egy-egy faltra, azt hagyjuk, hogy a beg gyötörje a centert. Viszont ha kapnak ott egy szabad dobást, akkor meghagyjuk a lehetőséget arra, hogy gólt szerezzenek, Ráadásul szabad dobás után a Beknek el kell távolodnia. Nem nyúlhat hozzá. Tehát a centernek van egy másodperccel levegőt venni, körbenézni, megtalálni a legjobb pozícióban lévő játékost, lepasszolni, és a statisztikák szerint 70%-ban ebből gólt érnek el a csapatok. Vagyis ez, ez arra vitt a Sokkal dolgot, hogy jobb mint az embere, uh -huh. igen, uh -huh. igen, igen. Nem ítélünk kontrát, nem ítélünk kiállítást, hanem hanem adunk egy szabad dobást és adjuk a játékot. E, azt mond így a vége felé, hogy... Igazából a férfi meg a női mérkőzés felfogásokban van-e különbség, vagy volt-e különbség? Inkább a férfi és női játékvezetők felfogásában volt Arra különbség. Arra így van, hogy De ő... nem a játékban, uh -huh. hanem igazából ugye volt két női játékvezető kollega is, és valahogy ők, ők kevésbé tudják azt végrehajtani a mérkőzés közben, hogy hogy nem szó szerint a szabályokat betartva minden egyes pontot megítélni, hanem igazából a játékszellemét követve egy kicsit néha hagyni. Még akkor is, hogyha ha ott van egy szituáció, ugye a női magyar csapatnak nem ítélt meg egy büntetőt, mert szerinte nem volt teljesen befordulva. Három gólval vezettek az amerikaiak, ha két büntetőt ítél, akkor sem tudtuk volna őket sajnos utolérni. Tehát ez, ez, ez nekem egy kicsit különbség volt, és hiába beszéltünk velük utólag, nem igazán akarták megérteni a szabály. A szabály egyetértünk, viszont a játékszelleme meg egy kicsit fontosabb néha. Lászlatatlannak lenni, és a játék szelleméhez igazodva vezetni a meccseket, és nem pedig mereven, igen, a kapaszkodva, akkor ezt látod igen. A, a legfontosabbnak. Neked hogyan tovább? Ezek szerint akkor végül is a nagy álmod még itt van? Tokióban egy bronzmeccs? A Tokióban egy bronzmeccs, én azt gondolom, hogy szeretnék másnak is lehetőséget adni, de nyilván ezt nem én fogom eldönteni. Jövőre a vizes Éh... vb Budapesten egy bronzmeccs? Én bármiben benne vagyok, nyilván. Úgy terveztem, hogy ha hazaérek, akkor a játékvezetői felszerelésemet úgy, ahogy van, felgyújtom, hiszen elértem a csúcsra, a saját magam által elképzelt csúcsra, de hát ezt tudatosították bennem a kollégák, hogy ezt felejtsem el, tehát elég sok feladat vár rám. Most még több. Most kell azt kihasználnunk, hogy vezettem egy olimpiai döntőt. Aktív játékvezető maradhatok, ugye Juhász Gyurinak be kellett fejeznie London után. Tehát nekem most mindenképpen segítenem kell a, a kollégák munkáját. Talán egy kicsit jobban el lesznek fogadva a játékvezetők, hiszen az elmúlt négy olimpián mindig magyar volt a döntőben, tehát valamit azért jól csinálunk. Hát akkor további sok. Érdekes és jó végrehajtott feladatot, Péter. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen, köszönöm a lehetőséget.